Az űrkaland egy egyszemélyes logikai játék, amelyben a játékos célja, hogy az űrhajóját kimanőverezze az aszteroida mezőről. A doboz tartalmaz magyar játékleírást, egy feladványfüzetet és egy lezárható dobozban egy űrhajó és 7 darab aszteroida elemet. Először is válaszunk egy feladványt, és a játékelemeket helyezzük fel az ott látható módon. Figyeljünk arra, hogy a játéktáblának a kijárata alul legyen, ahogyan a feladványban is szerepel. Az összes játékelem jobbra, balra, le vagy föl csúsztatható, és a játékelemek alja úgy van kialakítva, hogy csak az űrhajó tud kirepülni itt, továbbá az űrhajó és bizonyos aszteroidát átlógnak más játékelemekre is. A játékelemek csúsztatásával kell kijuttatnunk az űrhajót, és a játékelemek gyakran összeütköznek egymással, tehát például ez a játékelem nem tolható át ide, hiszen a két játékelemen lévő aszteroidák egymásba akadnak. Ebben az esetben a megoldás így néz ki. A zöld feladványok a legkönnyebbek. 12 darab van belőlük, a következő nehézségi szint a sárga. Ebből is 12 darab van, a piros nehézségi szint következik. További 12 feladvánnyal, majd a lila következik, újabb 12 feladvánnyal, a legnehezebb nehézségi szint pedig a kék, ebből is 12 darabot tartalmaz ez a feladványfüzet. A végén pedig a megoldások láthatók. Nézzük meg ennek a kicsit nehezebb feladványnak a megoldását. Az űrkaland egy ötletes, hangulatos logikai játék. Bár az első néhány feladvány egészen könnyűnek tűnik, a közepesen nehéz, illetve nehezebb feladványok még felnőttek számára is kihívást jelenthetnek. Nagyon sok kombinációs lehetőség van, és a játékelemek sokszor összeakadnak, hogy a feladványok jó részének a megoldásához kitartásra és türelemre van szükség.